Közel négy éve már, hogy a Microsoft és a Sony piacra dobta új konzolját, a Nintendo esetében pedig még több időt telt el azóta, hogy a boltok polcai rengette a hordozható switch -et. Ez pedig nem jelent más, mint hogy a konzolgyártoknál elkezdett körvonalazódni, hogy milyen új gépekkel igyekeznek majd meghojtani a játékos társadalmat, mitőbb az egyik nagy szereplő már a Next Gen terveiről is elárult ezt-azt. Természetesen a hivatalos információ eddig igen kevés a készülő konzolok kapcsán, viszont rengeteg iparági szivaroktató és benfentes forrásáról tel izgalmas és vélhetően helytálló részleteket róluk. Most ezeket szedtük össze egyetlen videóban, szóval lássuk, mi készül a Playstation, Nintendo és az Xbox házatáján. Talán a videojátékos ipar legrosszabbul őrzött titka a PlayStation félgenerációs gépének érkezése, amiről a Sony ugyan még semmit nem árult el hivatalosan, ám rengeteg minden nyilvánosságra került a erősnek tűnő kütyüről. Az első konkrétabb plegykák 2022-ben futottak be, amikor is egy tévégyártó beszélt arról, hogy nagyjából mikor számítanak a konzolgyártók erősebb gépeire, majd pedig beindult az információdömping. A megbízható Insider Gaming nem sokkal később már biztosra ígérte a PS5 Pro érkezését, sőt azt is tisztázták, hogy ez a gép nem ugyanaz, mint az idő közben tényleg a boltokba került Slim verzió. Aztán kiderült, hogy 2023 nyarának elején a PlayStation belső stúdiói megkapták az új eszköz fejlesztői készleteit, ugyanezen év végén pedig a külsős partnerek is, innentől kezdve pedig várható volt, hogy szépen lassan elkezdenek szivárogni a technikai részletek az egyébként Trinity Code néven futó erősebb gép kapcsán. Nem is kellett sokáig várni ezekre, a Key to Gaming nevű oldal meg is szellőztette a PS5 Pro teljesítményével kapcsolatos infókat. Ezek értelmében a Sony elsődleges célja az volt, hogy a gép stabilabb 4 felbontást és magasabb képfrissítési értéket produkáljon, hogy a raytracing technológiát fejlettebb módon jelenítse meg, illetve egy új teljesítménymódot is hozzáadtak, ami a 8K felbontást célozza meg. A Moore's Law Is Dead nevű YouTube csatorna szállította a következő adag érdekességet, amiből kiderült, hogy a PS5-höz képest 45%-kal gyorsabb rendelésre, és kétszer-háromszor nagyobb raytracing teljesítményre számíthatunk a Pro változattól, ami a 33,5 teraflopszával messze erősebbnek tűnik, mint a 10,2 teraflopszra képes alapmodell. Emellett a még látványosabb eléréséhez a Sony egy saját, az Nvidia DLSS technológiájához hasonló megoldást is kidolgozott, a PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling, vagyis PSSR metódust, ami lehetővé teszi, hogy a másodpercenként megjelenített képkockaszám részletgazdag grafika mellett is magas maradhasson. Ezután jött egy kis feketeleves, ugyanis a PS5 Pro processzoráról kiderült, hogy elvileg ugyanaz a modell, mint amit az alapgépbe is szereltek, vagyis egy 12-es, 8 magos, 16 szálas AMD CPU. A különbséget a megnövelt óraja jelenti. Ezen a téren 10%-os növekedés várható, tehát 3.5 GHz-ről 3.85 GHz-re nő a processzor teljesítménye a high CPU frequency modnak köszönhetően. Több szakértő szerint ez a chip sajnos visszafoghatja a gép teljesítményét, például a nyílt játékok esetében, amik sokkal inkább a processzor sebességének köszönhetik a gyors és zökkenőmentes működésüket, mint a grafikus meghajtónak. A Digital Foundry merészen azt is kijelentette, hogy szinte kizárt, hogy a GTA 6 eléri a 60 FPS-es álomhatárt majd az új konzolon. Persze megijedni azért nem kell, mert közben újabb részletek szivárogtak ki a PS5 Pro kapcsán, például az, hogy a GPU már nem RDNA 2-es, hanem RDNA 3-as architektúrára épül, ami jelentős külön a kártyája órája le pedig 2,18 ghz lesz, a maximumra pörgetve viszont eléri majd a 2,35 GHz-et is. A gyorsítótárak megduplázódnak az alapmodellhez képest, ennek köszönhető, hogy nagyobb teljesítmény lesz a konzolban a Ray Tracing. Emellett a GPU magában foglalja majd a DirectX 12 Ultimate újdonságait, így például támogatja a VRS-t, ami az árnyékok kevésbé teljesítményigényes megjelenítését garantálja, illetve az MSA a több mintás élsimítást. Emellett a Sony a memóriáit is megpiszkálta. A Próban a feltételezések szerint a régi egység helyett már 18 GB per szekundumos változat kerül, ami 28%-kal növeli meg az új rendszer adatátvizeli sebességét, felülmúlva ezzel az Xbox Series X-et is. További fontos részlet a memória kapcsán, hogy nagyjából 1 GB-tal több játékram, vagyis összesen 13,5 GB memóriá rendelkezésre az új modellnek, ami ugyancsak látványos teljesítmény növekedést eredményezhet. Na de elég a sok adatból, mit fogunk mi játékosok tapasztalni mindebből? Szakértők szerint ez nagyjából azt jelenti, hogy azok a játékok, amik jelent, jelenleg 1080p-ben futnak PS5-ön, azok 2160p-ben majd PS5 pro a képvisítés tekintetében pedig azok a címek, amik mondjuk 40 fps körüli értéket produkáltak, azok betonstabil 60 fps-sel hasítanak majd. Az LMV2 5 például alig érte el a 60 fps teljesítménymódban, a 30 fps pedig grafikai módban, a pro köszönhetően viszont ezek a számok fix 60-ra és 30-ra növekedhetnek anélkül, hogy a fejlesztőknek hozzá kellene nyúlniuk. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a fejlesztőknek is hozzá kell tenniük a maguk ugyanis kiderült, hogy csak az új konzol teljesítményéhez igazított játékok kaphatják meg a PS5 Pro Enhanced címet. Mert hogy lesz ilyen címke, ahogyan annak idején a PS4 Pro esetében is volt hasonló, mert bár a játékok alapvetően jobban futnak majd az erősebb gépen, ha a stúdiók megdolgozzák az alkotásaikat, akkor még többet kihozhatnak belőlük. Mivel már az is kiszivárgott, hogy a PlayStation 5 Pro megjelenésére idén novemberben számíthatunk, így már csak két fontos tisztadatlan részlet maradt a gép kapcsán. Hogyan fog kinézni és mennyit kér érte a Sony? Minden bizonyal ezekre is hamarosan megkapjuk a választ. Aki a félgeneráció Sony konzol helyett inkább a következő teljes értékű PlayStation konzolra várna, annak sajnos az a rossz hírünk, hogy informátorok, illetőleg az Activision Blizzard felvásárlásakor nyilvánosságra került tervek szerint is legkorábban 2028-ban érkezhet meg. Talán megéri türelmesnek lenni, ugyanis az egészen megbízhatónak számító Red Gaming Tech értesülései értelmében a Sony már több mint egy éve dolgozik a PS6-on, így már kezdenek körvonalazódni a specifikációk. Végleges adatok természetesen még nincsenek, csak annyi tűnik biztosnak, hogy AMD alapú lesz a gép, és hogy erőtekintetében szeretnék felülmúlni a következő Xbox konzolt, így olyan technológiákat is bevetnek, mint a ray tracing, a path tracking, a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia. Ha így lesz, akkor az elemzők arra számítanak, hogy igen, drága lesz a konzol, ugyanis azoknak az időknek már vége, amikor a költségeket jelentősen csökkenteni lehetett az áramkörök kisebbé váltásával. Akárhogy is, de izgatottan várjuk a további részleteket! bár öregecske, és valljuk be gyengécske hardware van szó, a Nintendo hordozható konzolja, a Switch bődületes siker, és nem csak a gép amiből már 141 millió példánynál is többet adtak el, hanem a rákészült exkluzív játékok is iszonyatosan kelendőek a mai napig. Éppen ezért várható volt, hogy a nagy N a következő konzoljához is megtartja ezt a hibrid koncepciót, és gyakorlatilag ez már be is igazolódott hivatalosan is. Na de haladjunk sorjában. Az első konkrét a 2023 nyarán bukkantak fel, ugyanis több forrás egybehangzó beszámolója szerint a Nintendo titok elvitte a Gamescomra a fejlesztés alatt álló új konzolját, hogy a zárt ajtók mögött megmutassa a fejlesztőknek. A gépet már akkor Switch 2-ként írták le a források, és azt állították, hogy jóval erősebb hardware-rel bír, mint elődje, ugyanis a The Legend of Zelda Breath of the Wild tech -ja mellett állítólag az Unreal Engine 5-tel készült The Matrix Awakens mutatták meg rajta, amivel 2021-ben még a PlayStation 5 és az Xbox Series X erejét vitogtatták. A források szerint ugyan nem natívan, hanem a DLS-es technológia segítségével hajtották meg a játékot, így még a raytracinget is be tudták kapcsolni hozzá. Aztán gyorsan ellombozódott sokak lelkesedése, ugyanis az Activision egyik kiszivárgott e-mailjében, amiben csak Switch NG-ként vagy Switch Next Gen-ként emlegették a masinát, világosan leírták, hogy az ereje inkább az Xbox one hoz és a PS4-éhez mérhető. Ezt látszólag a játékok technikai elemzésére szakosodott Digital Foundry is megerősítette, akik szerint a Switch 2 egy egyedi Nvidia T239-es csippel szerelve érkezik, amiben nincs a gépi gyorsításra szolgáló hardware részegység. Ez korlátozhatja a képjavító DLSS működését, így maximum 1440p felbontásra lehet képes a konzol. Ezt aztán később többen megcáfolták, ugyanis a DLSS új változatai már csak minimálisan használnak ilyen hardware komponenst, szóval emiatt úgy tűnik nem kell aggódnunk. Ezután megindult az információ lavina, a Bloomberg ugyanis már arról is beszámolt, hogy tudomásuk szerint egy nagyobb 8 hüvelykes LCD kijelzővel vértezi fel a Nintendo a Switch 2-t, ezt pedig arra alapozták, hogy a Sharp nagy tételben kezdette egy gyártani ilyeneket a japán kiadó számára. Ez azt jelenteti, hogy még a Switch OLED modelljének hétfüvelykes képernyőjénél is nagyobb felületen élvezhetjük majd a játékokat handheld módban. Felröppent az a híresztelés is, hogy a gép támogatni fogja a visszafelé kompatibilitást, vagyis a jelenlegi Switch játékokat is el lehet indítani rajta. Ez elég valószínűnek tűnik, ugyanis a beszámolók szerint a Switch 2 természetesen továbbra is digitálisan, illetve a jól megszokott kártyákon kapjuk majd a játékokat, a Nintendo amerikai főnöke, Doug Bowser pedig úgy nyilatkozott, hogy a felhasználói fiókunkat könnyen átvihetjük az új gépre. Friss nem hivatalos beszámolók szerint a konzol ereje dokkolt módban a a PS4 lesz egyligában. Ha a Steam Deckhez hasonlítjuk, akkor a grafikus vezérlő 20-30%-kal gyorsabb benne, a processzor tekintve viszont némileg gyengébben teljesít, mint a Valve kézi PC-je. 720p felbontásban, magas beállításokkal és Ray tracing mellett 30 fps tud majd handheld módban, viszont a Switch 2 valamivel jobb lesz az akkumulátor üzemidejét tekintve. A legújabb szivárgások alapján 12 GB DDR5-ös RAM a Switch 2-ben, és 256 GB belső tárhelyet használhatunk kitelepítésre. Szivárogtatók azt is állítják, hogy a Nintendo orvosolhatja a Switch egyik kényelmetlenségét, vagyis a joy nem a jelenlegi sínes megoldással lehet majd csatlakoztatni a géphez, hanem mágnessel. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy a kontrollerek visszapakolásával vacakoljunk, cserébe viszont nem világos, hogy mennyire lesznek stabilak így az új irányítók. Ami a joy illeti, benfentes források szerint az új vezérlők nagyobbak, sőt, készült gombok és extra billentyűk is lesznek rajtuk. A mostani Switch joy elvileg működni fognak a Switch 2-vel, igaz, csak vezeték nélküli módban lehet csatlakoztatni hozzá a régi darabokat, illetőleg ilyen módon a Switch Pro kontrollerekkel is kompatibilis lesz a készülék. A korai beszámolók még arról szóltak, hogy a Switch 2 idén jelenik meg, majd nem sokkal később már arról számolt be több forrás, hogy a Nintendo 2025 tavaszára halasztotta a premiért, hogy elegendő gépet tudjanak lejártani addigra. Ez pedig gyakorlatilag hivatalosan is beigazolódott, ugyanis a Nintendo bejelentette, hogy 2025. március 31-ig bemutatják a konzolt, amit a legjobban úgy lehet leírni szerintük, mint a következő Switch modellt. Sajnos a júniusban esedékes Nintendo Direct során még nem lesz szó a Switch 2-ről, és mivel a kiadó az augusztusi gamescom is kihagyja, így az őszfél már számíthatunk az új gép leleplezésére. Nagyon úgy tűnik, hogy a Microsoft nem tervez az aktuális generációban erősebb Series X variánssal, igaz, az Activision Blizzard felvásárlása kapcsán nyilvánosságra került dokumentumok szerint egy új modellt azért piacra majd a gépből valamikor 2024. októberében. A Brooklyn Code nevű gép lekerekített dizájnt kap, így hűtőgép helyett inkább már egy elegáns hordora hasonlít. Fontos változás a gép tekintetében, hogy az optikai meghajtó kikerült belőle, vagyis kizárólag digitálisan képes futtatni játékokat, ám kompenzációként a belső tárhelye 1 terabájtról 2-re növekedett, a wifi pedig sokkal gyorsabb benne. A gép elején egy USB-C port kapott helyet, ami töltése is alkalmas, bekapcsolt állapotban pedig 15%-kal fogyaszt kevesebbet, a standby üzemmódban pedig 20%-kal, mint a jelenlegi Series X. A jó hír pedig, hogy az új Series X ára 499 dollár maradhat, ráadásul 100%-ban újrahasznosított csomagolásban érkezik majd. Emellett kiszivárogtak képek egy másik Series X modellről is, ami a legszerint fehér lesz, optikai meghajtó nélküli, és új hűtési megoldást is kap, és akár már a nyár folyamán a boltokba kerülhet. Ugyanakkor az Xboxnál nem a további terveiket illetően, ugyanis hivatalosan is elismerték, hogy dolgoznak a Next Gen gépükön. Ahogyan a Sony, ők is nagyjából 2028 ra az új konzol megjelenését, ami bevallásuk szerint az eddigi legnagyobb technológiai ugrás lesz két generáció között, és valamiképpen a mesterséges intelligenciát is bevetik ehhez. Emellett a cég erősen célozgat arra, hogy valamiféle egyedi hardware is készülnek a jövőben, ami a pletykák szerint egy Nintendo switch hordozható konzol lehet. Jazz Corden tech újságíró szerint már prototípus is készült a gépből, ami nem lesz, és nem is a felhőre épít, hanem saját játékok készülnek rá, amiket natívan futtat majd a kütyű, egy dokkolóval pedig a tévére is kilőhetjük a képét. A kézi konzol hírét egyébként Phil Spencer gyakorlatilag megerősítette a GD n adott interjújában, ahol arról beszélt, hogy a csapat többféle koncepcióval is kísérletezik, hardveressel és szoftveressel egyaránt, a kettőnek viszont szorosan össze kell fonódnia. Spencer nem elégedett jelenleg azokkal a kézikonzolos konzolos megoldásokkal, például a saját Lenovo Legion gójával, amiken elérhetőek az Xbox játékai, mert nem zöggenőmentesek rajtuk az élmény felhasználói szempontból, nincsenek rajta a mentések, nem található meg rajtuk minden Xbox játék, és a kezelőfelület sincs áramvonalasítva. A koncepcióban minden esetre van fantázia, kíváncsian várjuk, hogy mi minden valósul meg a Microsoft ambiciózus terveiből. Ezekre a hardverekre és konzolokra számíthatok tehát az elkövetkezendő években, de persze nem kizárt, hogy ezek mellett vagy helyett egyéb kütyükkel is készülnek a gyártók. Nektek melyik jön be leginkább? Írjátok meg a kommentek között. Legközelebb újra találkozunk, sziasztok!